nem dőlhet el rendőrkordonok feletti üvöltözéssel, mondjuk egy olyan projekt, mint amilyen a Városliget. Az a célunk nekünk is, hogy fel legyen újítva a park, de erre a projektre már 11 milliárd forintot elköltöttek, ebből a pénzből gyönyörűen meg lehetett volna újítani a Városligetet. Átorlaszoljuk a kaput, mert hátul is van egy, ami elvileg le volt heggetve, de nincs leheggetve, mert itt van. Azért, mert úgy volt megegyezve, hogy egy bejáratot kell nekik hagyni, és az megvan. A helyet kettőt hajtunk nekik, csak hogy így a cuccunkat, a magántulajdonunkat eltulajdonítottak, így kénytelenek vagyunk egy kaput hagyni. Reggel arra ébredtünk, hogy elkezdték úgy a bontási munkálatokat, hogy a ligetvédők ingóságai köztük több százezer forintos napelemek benn vannak az épületekben. Kértük őket, hogy felelős őrzésre leltárba vegyék az ingóságainkat, amit megtagadtak. Figyelem, munkások! Kérünk titeket szépen a saját érdeketekben, ne tegyetek kárt a ligetvédők személyes holmiaiban, illetve a közös ingóságaiban. Bán is kezdeményezte, hogy az összes érintett civil szervezet le tudjon ülni, tárgyalni. Ő tényleg szeretne civil és társadalmi egyeztetést, akkor miért azzal kezdi, hogy birtokvédelmet hív rá a ligetvédőkre, és miért bontással, illetve építkezéssel folytatja ezt a sort? Ez a folyamat, ez a bontási folyamat gyakorlatilag az előfutára a fakivágásoknak, illetve a zeneház felépítésének, annak, hogy 300 000 tonna betont beleöntsenek a Városligetbe. Mert azért mentem be és beengedtek, és ezt nagyon köszönöm nekik, hogy megnézem az ottani fákat. Én azt próbáltam volna elérni, hogy egy picit a mostani padhelyzetből valamilyen szinten békés irányba próbáljunk meg előrelépni. Ugye azt, hogy ezeket az épületeket le kell bontani, azt én azt gondolom, hogy senki nem vitatja. Már Budapesten nagyon sok helyen lehet látni, hogy ezeket a fákat ugye meg szokták védeni, és én most azért mentem be, hogy erre felhívjam a figyelmüket, és egyébként mind a biztonságiakkal, mind a bontó céggel nagyon korrektül és udvariasan el tudtunk beszélgetni. Ez mit jelent, hogy meg fogják védeni a fákat? Hát én nagyon remélem, ugyanis ugye van egy olyan mondás, hogy fákat majd nem fognak kivágni, vagy ami menthető, azt át fogják ültetni. Az, amit ő elért, vagy szeretne elérni, az számotokra elfogadható? Én azt tudom mondani, hogy pillanatnyilag van egy bontási folyamat bent, a fákat nem vették körbe, teljesen illegális a folyamat is, hiszen elnaplót nem nyitottak meg, a birtokvédelmi eljárás nem folytatták le, tehát igazából egészen addig, amíg nem állítják le a folyamatot, és nem tudnak garantálni széleskörű társadalmi egyeztetést és egyetértést a projekttel kapcsolatban, egészen addig szerintem semmi nem elfogadható. Ehhez ugye most az építkezés során meg kéne védeni a törzsüket. Láttál erre utaló nyomokat? Én nem tudtam körben a területen, egyről nem láttam, ők ugye arra hivatkoznak, hogy nem engedik be a ligetvédők az anyagot. Azt nem tudom, hogy mi lesz a szállítmányokkal, én tényleg csak azt tudom elmondani, hogy amíg nincsen széleskörű társadalmi egyeztetés és egyetértés, addig nem lehet ezekhez az épületekhez hozzányúlni. Nyilván nem azért vagyunk itt, hogy az amúgy is romos és lebontandó épületeket védjük, nem ez a célunk. Az a célunk, hogy itt fákat ne vágjanak ki. Csak ezek utalnak meg tudták, hogy le is szálltani. Igen, egyből le is jöttem. Hogy figyelmeztessék őket, hogy ne provokálják a ligetvédőket, mert így is elég feszült a hangulat, amiatt, hogy az értékeiket, a személyes holmiaikat megsemmisítik. Valamiféle olyan kompromisszumos megoldást javasolni, hogy amiben van fa, arra adjunk esélyt, és kérjük meg őket, hogy ezeket védjék meg, közben bontsák le az épületeket, és nagyon jó lenne ezt az egész kommunikációt, ezt az egész történetet visszaterelni a tárgyalóasztalhoz. Ők most azt ígérték, hogy a Városliget ZRT felé közvetítik ezeket az aggodalmakat, hogyha ebből az következik, hogy leülhetünk beszélni, és itt lehet látni, hogy a fákat elkezdik megvédni, akkor azt gondolom, hogy egy picit tettünk azért, hogy visszatereljük ezt az egész sztorit így az európai mederbe. Akkor lennék elégedettek, hogyha Pán, vagy aki felelős most pillanatnyilag ezért az egész múzeum negyed beton projektért, leállítaná az egész folyamatot, elküldené a idézőjelben biztonsági őröket, akiknek még igazolványuk sincsen gyakorlatilag, legalábbis senki nem látta még, visszavonná a birtokvédelmet, és széles körű valós társadalmi egyeztetést indítana el a liget jövőjével kapcsolatban.